A régebbi építésű panelek, társasházak és családi házak korszerűsítését oldaná meg a Demokratikus Koalíció Panel Plus programja. Ennek részleteiről számoltak be újra a párt miskolci képviselői. A politikusok szerint ez lehetne az első lépés a klímasemlegesség felé, ugyanis a következő 5 évben 1,5 millió panel és társasházi lakás, valamint családi ház felújítása történhetne meg uniós forrásból önrész fizetése nélkül. Már az állami tervezésnél és a városi tervezésnél is figyelembe kellene venni a klímasemleges megoldásokat. Közösen tartott sajtótájékoztatót az LMP és a DK Miskolcon. A téma a klímavédelem és ezzel összefüggésben a régebbi építésű lakások és házak felújítása volt. Erre fókuszál a Panel Plus program. Komoly számításokat folytattunk aktuálisan, hogyha Miskolc lakóépületeit, a panelos technológiájukat leszigetelnénk, akkor gyakorlatilag Miskolc fűtése egy új geotermikus kút fúrásával megoldható, meg környezetbarát energiával, amit gyakorlatilag visszasajtolva a földbe, újra melegítve, újra hasznosítható. A program azonban nem csak a panelekről szólna. A Demokratikus Koalíció pedig ezt a programot úgy tervezi, hogy a következő 5 évben az Európai Uniós forrásból 1,5 millió panel, társasház, családi ház komfortosabbá tételét, felújítását, szigetelését szeretné megoldani, és ami kulcsfontosságú és kiemelt, hogy ehhez nem kell majd önrészt fizetnie az embereknek. A politikus szerint ez lehetne az első lépés a klímasemlegesség felé.